A kecskeméti múzeumok minden évben bemutatják a pedagógusok számára a tanévben elérhető programjaikat, időszaki projektjeiket. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Kecskeméti Katona József Múzeum idén különleges módon egy kötetlen, oldott hangulatú piknik keretében ismertette a különféle lehetőségeket a meghívott óvónők, tanítók és tanárok számára. 11. alkalommal kerül megrendezésre a múzeum pedagógiai évnyitó, és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ az, aki ennek a gesztors szervezete tulajdonképpen, és a helyi koordinátorunk Merinu Éva a főszervezője. Múzeumokat, muzeális intézményeket, illetve társszervezeteket, társintézményeket szólítottunk meg. A népi iparművészeti gyűjtemény hársfáktól és diófáktól árnyas udvara adott helyszín a ma délutáni pedagógus pikniknek, ahol a mintegy 40 résztvevő a kitelepült múzeumok asztalait körbejárva tájékozódhatott az intézményekről, programjaikról, múzeumpedagógiai kiadványaikról, és megtekinthették a népi iparművészeti gyűjtemény állandó és időszaki kiállításait. Ez a rendezvény most itt úgy érzem hagyományt teremt, nem szeptember elején, hanem itt augusztus végén kerül ez megrendezésre, és azért teremt szerintem hagyományt, és azért nagyszerű kezdeményezés, mert itt a pedagógusok saját bőrükön is tapasztalhatják, hogy milyen képzéseket, milyen kínálatokat, milyen foglalkozásokat nyújtanak nekik az egyes múzeumi területek, múzeumpedagógiai játékok, élmények, foglalkozások, úgyhogy ez egy kiváló kezdeményezés számukra. A pedagógusok saját élményt szerezhettek egy-egy alkotás vagy játékos feladat megoldása során helyszíni tesztelési, kipróbálási lehetőséggel Merinu Éva megyei múzeumi koordinátor segítségével. A piknik terítékén fellelt, frissen köpült vaj készítésének munkafolyamataiba is gyakorlati betekintést nyújtottak a népi iparművészeti gyűjtemény munkatársai. A délután számottevő részében múzeumpedagógiai bőrze és helyszíni workshop várta a pedagógusokat.